Május 9-én ünnepeljük az Európa napot, és egyben a II. Világháború végezetével eljött békét is. Az Európa napon, különösen az orosz-ukrán háború árnyékában fontos lenne felhívni a figyelmet az összetartozásra. Az Európai Unió tagországaiban május 9-én ünneplik az Európa napot. Az ünnepnek kettős történelmi jelentősége van, fogalmazott híradónk érdeklődésére Muradin János Kristóf történész, a Sapientia MTE Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok tanszék vezetője. Elmondta, a jelképes dátum egyrészt 1945. május 9-éhez, a II. Világháború végéhez köthető, másrészt pedig ahhoz, hogy Robert Schuman, egykori francia külügyminiszter 1950-ben nem véletlenül ugyanezen a napon új politikai együttműködést vázolt fel Európa számára annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. Ezzel szemben már több mint két éve Európa közvetlen határán dúl az orosz-ukrán konfliktus. Egy fantasztikusan jó alkalom lehetett volna arra, hogy pontosan ennek a béke és a kontinentális egyensúlynak a jegyében egyfajta béketárgyalások is megindulhassanak ennek az ünnepnek az apropóján, akár valamilyen európai állam közvetítésével az orosz és a nyugati hatalmak között. Ezzel pedig valamilyen szinten az ukrán kérdés is kezelhető lehetett volna. Sajnos egyelőre nem így néz ki a helyzet, tovább dúl a háború. Csak reménykedni lehet, mondta, hogy 2025-ben a II. Világháború végének 80. évfordulóján már nem kell azt mondaniuk az európaiaknak, hogy a szomszédban háború dúl. A történész hozzátette, a mai európai állampolgár számára az Európa nap tulajdonképpen az összetartozás, a béke szeretetének, a nagyhatalmak közötti békés együttélésnek a szimbóluma. Arra a kérdésre, hogy az ünnep lényege manapság miért változott meg, Muradin szerint három dologban kell keresni a választ. Véleménye szerint a mai fiatalság már történelmi időszakként tekint az elmúlt 79 év eseményeire, ezért nem tud azonosulni az Európai Unió szellemiségével. Ráadásul Oroszország a II. Világháború végét erőteljes győzelemmel ünnepelte, és ez hozzátesz ahhoz, hogy a nagy katonai parád és ünnepségek rossz fényben tüntetik fel azokat, akik Európa napon hasonló ünnepségeket szerveznek. Az ünnep átlényegülésének harmadik aspektusa, hogy az Európa család kibővülése nagy diverzifikálódáshoz vezetett, így ez a nap teljesen mást jelent a különböző európai országok állampolgárai számára.